Országosan zajlik folyamatosan az idős otthonok ellenőrzése. Mint arról már beszámoltunk, Pakson elvégzett koronavírus teszt mind a 86 lakónál negatív lett. A polgármester kérésére a Magyar Honvédség az Életfa idősek otthonában is elvégezte a héten a fertőtlenítést. Azokat a helyiségeket felszabadítottuk, amiknek a takarítása, fertőtlenítése a legkritikusabb, és egyébként a legnagyobb veszélyforrást jelentik fertőzés tekintetében. Úgyhogy hát most egy térkép alapján mennek a katonák helységről helységre. Kültéri fertőtlenítést is elvégezték a katonák az udvaron, ahol az áruszállítás miatt nagyobb a forgalom, illetve a padokon, járdákon, ahol az idősek levegőzéskor tartózkodni szoktak. A koronavírus tetőzése a május 3-ai hétre várható. Így a paksi polgármester élve a kormányrendelet adta lehetőségekkel szigorítást vezetett be hétvégére Pakson. Az egyik ilyen, hogy kötelező a szájmaszk viselete a város közigazgatási területén működő kereskedelmi egységekben és a tömegközlekedésben. Ezekhez a feltételeket megteremtette az önkormányzat. Az elmúlt hetekben minden háztartásba eljuttatták a maszkokat. Akik mégsem kaptak, azok jelezték az illetékesek felé. Jelenlegi információim szerint egyébként körülbelül 30 háztartás jelezte, hogy nem kapta meg a maszkokat. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen méretű város esetében jónak mondható. További szigorítás Pakson, hogy a 18 év alattiak este 8 és reggel 6 óra között nem tartózkodhatnak közterületen, csak szülői felügyelettel. A rendelkezések betartását a helyi rendőrség ellenőrzi. A cél nem a büntetés, hanem a szabályok betartatására való figyelmeztetés.